Wow, vigyázzon innen, uram! Azt a rohadt életbe! Elütöttem egy tatát! Hát ez így járt. Ettől függetlenül megütök mindenkit, mert én mindenkivel megverekszek. Azt a rohadt ez rám büfögött. Gyere ide, szarjankó. Nem szarcsizok senkivel se. Na, minden esetre szevasztok, srácok, itt Timiszkó, ez pedig a GTA 3 végigjátszásának a legújabb része, a 14. része. És akkor vágjunk bele ebbe a részbe, de hát addig nem kezdhetjük el, míg ezt az öreget föl nem rugdosom. És nézd, de még mindig él. Na végre, kipurcant. Hát sajnos egy nagypapát elütöttünk, így elég szar érzés volt elkezdeni a rész, de hát van ez így. Jajaj, rendőrbátyját is felgyújtottam, ezt azonban nem akartam, mert így most körözést kapok. Szerencsére valahol van egy körözés csökkentő csillag itt a parkban, meg egy shotgun is van itt valahol. Erre a rész elejére úgy gondoltam, hogy Ray-nél kezdjük meg a küldetéseket, ugyanis Ray-nek még nem vállaltunk küldit, és már egy pár része itt büdösködik ebben a WC-ben. Most már vinni kell neki valami csomagot a McDonald's-ból, vagy mit tudom én. Mert most már éhezhet is, de hát gondolom rohadt büdös van abban a WC-ben, úgyhogy nem szívesen megyek be. De kár azért a kettes közösségért nem értelek, nem láttam, hogy rendőr is van ott. Azt fölgyújtottam, természetesen megkaptam a kettest, és a körözés csökkentő csillag meg tököm tudja, hogy hol van. Egy kicsit megspékeltük ezt a küldetést, nem árt a kis kihívás. Szóval akkor jajaj, lő ránk már itt izé. Arnold Schwarzenegger unoka öccse megtámadott minket. Szóval akkor kezdjük is el Ray első küldetését. A sunyi elnémítása. Oké, hát ez konkrét cím. McAfee több kenőpénzt kapott, mint bárki más. Azt a mély kis cuki hangodat, hogy egyen meg, Ray barátom. Jézus Mária, hát hogy lehet ilyen hangon beszélni, srácok? Hallgassátok. Jó van, levadászom a tetves kutyát. Igazából az a lényeg, hogy ugye Ray egy korrupt zsaru, és hát a kollégája szintén, mondani sem kell, egy korrupt zsaru, és ő feldobta elvileg. Ő egy áruló lett. Szóval ki kell végeznünk őt, McAfee-t, aki egyébként szerepel is a Liberty City Stories-ban, McAfee. Ott van neki egyéni skinje is, meg hát nagyobb szerepet játszik, mint itt a GTA 3-ban. Itt gyakorlatilag ki kell nyírnunk, az a nagy szerepe. És egyébként, mint láthattuk, a Yardik is lőnek ránk, nem tudom, mondtam az előző részben, de természetesen már ők is nagy utálóink. És mielőtt elkezdeném ezt a bombázást, mert itt egyébként be kell dobnunk az ablakon egy bombát, hát előtte lefestettem az autót, és most veszem észre sajnos, hogy 11 életem van mindössze. Ez ugye annak tudható be, hogy az előző részben hát bohóckodtam, és hát levették az életemet az utolsó küldetésben eléggé a Allahu Akbart játszó spenkes állatok. Szóval egy kicsit nehéz lesz. Shake it up! Na, McAfee itt fog elmenekülni, kicsit megpróbálom elállni az útját igazából. Alright! Shake it up tonight. Nem lesz túl nehéz dolga kijutni, de talán egy kicsit belassítjuk. Annyi a lényeg, hogy a mikocsinkot, ha lehet, ne robbantsuk ezzel fel. Hát elsőre nem sikerült betalálni az ablakon, másodjára sem sikerült betalálni az ablakon, de közel a cél. Na majd most, ez nagyon gyenge volt. Nem tudom, ez azért hamar megszokott lenni. Most, ez az, sikerült. Bedobtuk a gránátot McAfee ablakába, és akkor M4-es elő. Lőjük szarrá McAfee-t, oké. Kiszállt, és ennyi volt a küldetés. 30 ezer dollár. Még a szokásosnál is sokkal egyszerűbben sikerült ez. Tűrűrű. Ez volt McAfee, nem kapott saját skint. Ugyanolyan hétköznapi skint kapott, mint egy csomó civil. Hát ja, jajaj, gyorsan, mert támadám a rendőrkoma. El kell húzni innen a szarba, és gyorsan szerzünk egy golyóállom elnénk, vagy nem egy golyóállom elnénk, hanem egy életet, mert ez így nem lesz jó. Tűrű. Szerencsére nincs olyan messze a kórház, gyorsan leugrunk oda, mert azért 11 szív, meg 87 pajzs, az akárhogy is számolok, még csak 100-at sem tesz ki, csak 89, olyan mint hogyha, vagy 99, olyan mint hogyha 99 élettel közlekednénk. Ami is Teuton Islanden már nem egy életbiztosítás, szóval akkor most lemegyünk a HP-ért. És akkor szerintem elmegyünk Kenjihez, mert Kenjinek már nincsen olyan nagyon sok küldetése hátra, és akkor az ő küldjeivel haladjunk. Ray még várhat magára még egy évet, hogy most már benéztem hozzá, most várakozhat. Menjünk volánbusszal.
Miért is ne? Legjobb. Azt már nem mondom, hogy a leggyorsabb, de hát van ez így. Vippet. Micsoda jó kis neve van ennek a busznak. Rajzat, mert nem szól jó zene, Rips. Flashback. Nem előtt, hogy semmilyen zene nem szól. Head radio. Jó, hát marad a head radio akkor. Á, nem szeretem annyira a head radio-t, ja, radio. Ez meg rossz a zene. Talán most már van valami a flash-en. Az előbb amúgy nem tudom mi a szar volt, hogy ilyen belső nézetet dobott be a játék, mert hogy nem én állítottam be, az is biztos. Mindenesetre menjünk így egy kicsit. Várja, nem is ilyenkor kell benyomni ezt a nézetet, hanem... ilyenkor. És akkor most elvég nem szabadna bedobni a más autósokat. Oké, okay. Most nem is spawnolt le egyet sem. És akkor Volánbusz befutott Kenji kaszinójához. Nézzük Kenji legújabb küldetését. Sima. Sima. Himalája. Hajoljunk meg. Fontos, hogy sose lássanak gyengének. Kenjikém, milyen nagyszerű kis... milyen nagyszerű kis közmondás volt ez tőled. Hajtsuk be a pénzt azonnal, hogy meg tudjuk csinálni a kaszíró elszámolását. Nem tűnik nehéz küldetésnek. Jó van, Kenji, papa, megcsináljuk ezt a kis küldidet. Nem tűnik olyan hú, de nehéz vállalkozásnak, igazából a védelmi pénzgyűjtés. Ó, Stinger, ez az én autóm, ez az én autóm. És akkor hajtsuk be Kenjinek a védelmi pénzét, ne szarakodjunk. The limit. Oh yeah, push it to the limit. Push it to the limit. Vagy welcome to the limit. Itt nincs nehéz dolgunk, csak föl kell szednünk. Jaj, föl kell szednünk, megvan a táska. Lesz majd olyan hely, ahol nem adják ki ilyen könnyen nekünk a védelmi pénzt. Azt hiszem a következőnél már egy diablós fogja védeni ezt a pénzt. Lőni is fog ránk Uzival, mert minden szar. Push it, oh yeah! Aha, azért mondom, egy kemény diablós csávót küldtek ide. Hát valami sokat tudott tenni a srác. Volt nála egy Uzi, de hát ez nem elég, hogy megállítson. Ez a táska is megvan, és akkor menjünk a következőért. Lips. Hamarod a flashback vissza. Oh yeah, push it to the limit. Manana, menj innen. És akkor ide is megjövünk. Várjunk, várjunk, nem akarok oda bemenni, mert azt hiszem itt van a közvetlen közelben egy rejtett csomag, bizony, bizony, jól tudtam, az 54. És már jól lenne lassan a 60-ig elérni. Jó, nézzük, itt egy kis átvezetőnk lesz, úgy tűnik. És? Na mi van, papa? Hol a pénz? Ha akarnék, sem tudnék, az igen, milyen halottas feje van, te jó Isten, meg az a buzis járás. Az igen, miféle jakuzák vagyunk mi. A Diablóz bizony bekavart, és a Diabló papák most ellopták a pénzünket. Jaj, nem is az én kocsimba ültem, na mindegy, van ez így. Most ez is megteszi. Welcome to the limit. Szóval most ki kell basznunk rendesen a Diablókkal, ugyanis ellopták a védelmi pénzünket ebből a húsüzemből, vagy nem is tudom én, hogy honnan. És hát a jakuzákkal senki sem szarozhat. Ez igen, elütöttem a rendőrbát, megkaptam a kettest. És ez így nagyon jó. Most irány át ugye Portlandre. Megint azt a kettesködés kíséretében. Nagyszerű, nagyszerű. Á, úristen, mi van velem? Mi ez a vezetés? Station. Köcsök diáblók. Ja, egyébként nyomok egy eszket, az előző részben nagyon félrefogtam. Hát ez a dagadt ember írtát a kis kommentbe, és tényleg utána néztem. Ez elbúró a diáblós küldiadó. Ez a nő elvileg Katalina. Ezt szerintem nem tévesztettem, ez tényleg Salvatore, ez pedig Asuka. Azt a kettőt azt éreztem, de ezt a másik kettőt elég rendesen eltévesztettem. Most már nektek köszönhetem, ezt is tudom. Gracias, srácok, köszönöm, thanks, meg minden szar. She's on fire. She's on fire. Na most, nagyon szépen és rondán leszámolok a Diablókkal.
ne szarakodjanak már velem. Én békésen gyűjtöttem a kis védelmi pénzemet, ezek nem meg keresztbe kellett rakniuk nekem, azok után, hogy én itt a nagy elbúrónak küldetéseztem még annó 70-ben Portlandben. Egyetek! Azt a rohadt. Még ezek kellettek ide. Mit akarsz, papa? Ne szarcsízz velem. Oké, oké, kicsináltuk ezeket. Gyorsan szedjük fel a lőszert, nem mindent. Jó, vidd vissza a pénzt a kaszinóba. És vigyük vissza szó szerint a pénzt a kaszinóba. Na jó, van diáblós papa. Hát sokat nem értél. Gyorsan, hogyha már itt vagyunk, le is festetem az autót. Nem kellenek itt nekünk a jó emberek, nem kellenek minket itt körözniük. Nem kellenek minket itt körözniük, ezt is értelmesen mondtam. A lényeg az, hogy ne körözzenek már minket, maradjanak itt a seggükön. She's on fire. Most vissza Tutorra. Úgy utálom, mikor hogy átjövünk, aztán mehetünk is vissza. Mondjuk Portlandben már nem szívesen tartózkodnék, tényleg itt ebben a városban minden egyes területen ki akarnak nyírni. Bár mondjuk Stutonon sem a legrózsásabb a helyzet, eléggé rendesen a fejemet akarja a Yardi, illetve a kolumbiai kartel is. Szerencsére ott a jakuzák velünk vannak, és védik a seggünket, úgymond. Ők a spanyaink, még, de hát mondjuk a jakuzákkal a játék végéig jó lesz a kapcsolat, szerencsére. Ők nem fognak megutálni minket, pedig lenne igazából rá okuk, csak hát ugye nem tudnak bizonyos dolgokról a jakuzák, és hát amiről nem tudnak, az nem fáj nekik. She's on fire. Tűrű, 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 tűrű. She's on fire. Itt a Head Radio környékén is van amúgy rejtett csomag. Vissza is nézek ezután, a küldi után. Ugyanis most nem Kenjinek fogok még egyszer küldizni, hanem megyek egyet Rayhez ismét. Hey, she's on fire, fire, fire. És az a küldetés is kész. Besétálunk szépen a Kenjisbe. Ezt az adatot már láttuk egyszer, és kíváncsi már, hogy mennyit kapunk. Szerény véleményem szerint 20 vagy 30 ezer dollárt kapunk. 10 ezer! Ez igen! Azért ennél többet is fizethettél volna, Kenjikém, nem a legtöbb. Na mindegy, van ez így, de legalább ez a küldetés is kész. Hát hiába van itt rögtön Kenji, most akkor sem akarom újabb küldetését elindítani. Elég volt erre a részből, erre a részre Kenjiből. She's on fire. Itt még tutő nem vettem fel a rejtett csomagot. Strime Strogan, odalent már igen. Strime Strogan. Itt egy élet van. Legalábbis én úgy tudom, hogyha itt fölmegyünk a lépcsőn, akkor rejtett csomagnak is kell ott lennie. És nem csak Rampage-nek. Vagy ezzel szemben ott az izében van rejtett csomag, na mindjárt kiderül. She's on fire, fire, fire. Rampage az van. Rampage az van. Rejtett csomag is van, jó. Azért mondtam, én emlékeztem, meg gondoltam, hogy itt kell lennie egy rejtett csomagnak. 55-nél tartunk a 100-ból, és nem indítom el a Rampage-t, mert az egy ritka szar Rampage lenne. Itt aztán sniperkodnunk. Á, megpróbáljuk. Robbantsunk szét 17 yardi fejet. Igazából mi sem tűnhet egyszerűbbnek, mint 17 headshotot kiosztani. Igen, ám csak a játék kb. 8-szor azt érzékeli, hogy nem lőjük fejbe őket. Hú, mennyi yardi van ott. Á. Á, nagyon nehéz ez a Rampage, srácok. GTA 3-ban kurva nehéz Rampage-ek vannak, ezért is jó, hogy nem 100%-ra gyúrok. Asztalat, nézzétek meg, hát fejre célzok pedig. Azaz, még 12-t ki kéne nyírni. Hát megmondom őszintén, ez már esélytelennek tűnik. Az igen. Az igen, elsőre a fejébe lőttem, és nem történt semmi. Ha mindegy, megmondom őszintén, az esélytelenek nyugalmával lövöldözök itt. De akkor... Találd is el a fejét, Cloud. Persze. Persze. Á, ez kész lehetetlenségek itt a GTA 3-as Rampage-eket megcsinálni, srácok. Olyan Rampage-ek vannak itt. Nézd meg. Nézd meg. Nézd meg, hármat kellett a szaros fejébe lőni, de hogy mi volt abba a fejbe, mert hogy agy az nem sok, az biztos. Persze, most bezzeg általálom a fejüket.
Gyorsan még meg kell próbálni, még 5 fejet le kell venni. Még 2 fejet le kéne vadászni. Tű. Na még egyet. És megcsináltam! 25 000 dollárért! Megcsináltam a headshotos... headshotos rampage-et, srácok. Megmondom őszintén, nem hittem volna, hogy ez a rampage sikerülni fog, és hol kell itt lemenni amúgy? Hol kell itt lemenni? Itt kéne valahol, nem? Hol jöttem itt föl? Te jó Isten, hol van itt a lejárat? Hol a szarban van itt a lejárat? Komolyan mondom, ja itt van a lejárat, azért mondom. Megcsináltam a headshotos rampage-et, és hát erre nem láttam pedig sok esélyt. 17 vagy hány járdi fejet, 20 járdi fejet, izé, levettem, elég szépen. Ide bemegyünk, mert azt hiszem itt van egy rejtett csomag. Valaminek kell lennie itt, így van itt egy rejtett csomag, jól tudtam, 56 a 100-ból. Ebben a részben már nem valószínű, de a következőben már szinte 100%, hogy 60-ig elérünk. Nincs már olyan sok rejtett csomag, ugyanis Newton Islanden. Jó, és akkor menjünk szépen Rayhez, hogy az ő küldjeivel is haladjunk, és lassan szerintem elérhetőek lesznek Donald Love küldjei is. I'm hot tonight! Hoppá! Berobbantunk! Azt a rohadt! Mekkorát bukfenceztünk, és nem borult fel a kocsi? De igen, kaptam is őrült mutatvány bónuszt. Robbanni is fog, azért is kapunk egy kis pénzt. Úgy! Baszki, több mennyit kaptam, majdnem 120, valami 120 dollárt kaptam a robbanásért, az igen, na mindegy, nézzük akkor. Fegyverhiány. Ó, ez remélem, hogy az a küldi lesz, amelyikre számítok. Öreg haverom, igen, 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 ez az, srácok, ez az a küldetés, amire számítottam. Itt egy régi ismerőssel fogunk találkozni, akivel a Vice City-ben mondjuk még nem találkoztunk, de fogunk vele találkozni ott is hamarosan. Egy legendával találkozunk, aki minden GTA-ban szerepel szinte, és mindenki ismeri. Ja, persze, persze, megint szarnod kell. Jó van, hasmenésed van, ez van, Ray. Jó van, nem kéne mindenféle lejárt szavatosságú étket elfogyasztani, meg pisát inni. Én csak ennyit mondok. Ebben a küldében ugyanis nem fogjátok elérni, srácok, de magával, személyesen az Alkesszal, Phil Cassidyvel találkozunk. Ugye a Vice City-ben is oroszlán szerepet vállal, a bankrablásból is, ja nem, na mindegy. A lényeg, hogy szerepel a Vice City-ben, a Vice City Stories-ban, a Liberty City Stories-ban is, vagy csak szóba kerül, ott lehet, de ott is benne van, azt tudom valamelyest. És itt a GTA 3-ban is ebben a küldetésben szerephez jut Phil Cassidy, aki ugye itt már félkarral fog szerepelni, mert 2001-es a vagy 2001-ben zajlik a GTA 3 eseménye. Ugye a Vice City 86-ban, és ott megtudjuk a Vice City-ben, hogy azért veszti el a félkarját, mert ugye lerobbantja, be volt baszva, aztán valamitől fölrobban a keze. Hát itt jaj, azt a rohadt, jújjúj, megtáltosodtunk, és oda szaladunk Philhez, és itt teljesen mást fog mondani, hogy miért vesztette el a félkarját. Hát tőled nem hiszem szerintem se, hogy nem hinném én sem mondanám azt, hogy tőled meg fognak ijedni, Phil. De hát minden megeshet. Gyorsan oda föl kell mennünk, vagyis hát itt fölvesszük a kis lőszerünket. Aztán meg kéne próbálni azt a rakétavetőt fölvenni. Hát srácok, ide jól jött volna a full HP. Oké, ez fölvéve. Ez is fölvéve, ugyanis már is itt van a kolumbiai kartel, tőlük kell megvédenünk ugye Phil Cassidyt. Ezeket könnyen elintéztem itt. Oké, ezeket is rohadt könnyen elintéztem. Hát régen azért hébe-hóba voltak gondjaim ezzel a küldivel. Azt a rohadt! Jajjaj. A kurva anyátokat! Jajjajjajjaj. Phil, segítsél már! Phil Cassidy! Oh, 35 HP gyerekek. 35 HP, és már felvettem a golyóállómat is pedig. Innen kell először is megvédeni Phil Cassidyt. Hát nem marad sok életem. Phil! Segítsél már, valamit csináljál már. Jújjújjúj. Sniper elő. Boom. Oké. Ezt is kinyírtam. Van-e még valaki itt? Itt ugye már felvettem egyszer a rejtett csomagot. Ott is van egy ratyirambó.
Oké, ezt is kinyírtam. Hát megcsináltam, srácok, csak megcsináltam elsőre ezt a küldit. Azért nem sikerült zökkenőmentesen, de megvan. Phil papa, dumcsízzunk egyet. Igen, igen, ha velem lettél volna katona, akkor jobban sikerült volna mi? A háborúja. Akkor még talán meg lenne másik karod, amelyet saját magadnak lőttél le, na mindegy. Jó van, én eltűnök innen, papa. Csak semmi idegeskedés. Na nézzük, mennyi. Cash-t kapunk, 10.000 dollár, hát nem a legtöbb, de most egy kicsit bevásárlunk. Shotgun kivételével jöhet minden. Veszünk rakétavetőt. 2x5 lőszert, 25.000 dollár ugye 5 lőszer. Shotgunt azt tényleg nem veszünk, mert az van a saját házunknál is. Oké. Okay. Rakétavetőből még egyszer veszünk. Meg akkor sok, de sok M4-es. Vagyis úgy tervezem, hogy a játék végéig nem kerül a kórházba, és akkor ugye megmarad ez a sok-sok fegyver. Oké. Okay. M4, vagy jöhet még a rakétavetőből is egy adag. Még egy adagot veszünk a rakétavetőből, úgy 600.000 dollárig levihetjük a pénzünket. Kicsit bevásárlunk most fegyverügyileg. Oké, okay. És most már csak M4-est veszünk, ugyanis az az, ami kell. Izét tényleg nem akarok annyira kétöltött, meg hát ide mindig vissza tudunk majd jönni, pénzünk az van szerencsére. Utolsó küldés, majd ugye 500.000 kell. Oké, okay. Még megvesszük háromszor ezt az M4-est. Tényleg az a fegyver, ez a fegyver, ami nálunk van, ez az M4-es. Ez aztán tényleg nem gyerekjáték. Ezzel aztán ki tudnánk írteni egész Liberty City-t. Oké, okay, még ezt is felvettük. És akkor... még... egyszer fel kéne, és még egyszer felveszük. Oké, okay. Hát akkor bevásároltunk egyet, húzzunk is vissza a házunkhoz, és szálljunk be a Columbia Cartel kocsiba inkább. És ezzel a mai részt lezárnám, srácok. Ez lett volna a GTA 3 végigjátszásának a 14. része. Hát most már haladunk. Itt is a sztorival, még arrébb van a Final Mission azért, még hátra van kb. 10 rész szerintem. De most reméljük, hogy nem döglünk már meg a játék végéig. Úgyhogy igen, mindent belesrácok igazából. Elmegyek még a kórházba egyet, kéne az élet. Szaros kolumbiaiak mindjárt rám lőnek. Hiába ülök kartellautóba, van olyan küldi amúgy, amikor hogyha kartellautóba megyünk, akkor ugye nem lőnek ránk. Hát most sajnos jelenleg ki akarnak nyírni minket, na mindegy. Beülünk egy mentőautóba, csak leugrottam egyet azért. Kíváncsi, hogy mentőautó mennyit tol fel az életemen amúgy. Fúra tuti nem visz fel, csak 20 élet, azzal sokra nem megyünk. Szóval inkább felvesszük azt a HP-t, mert ugye GTA 3-ba hiába mentünk még, az életerő nem töltődik maxra, de azt hiszem ugyanígy van a GTA Vice City-ben is. San Andreas-tól elkezdve van már úgy, hogyha mentünk, akkor full élet, nem minden szar. Flashbacket akartam, de elkapcsoltam egyen, jó. Flash, flash, to be, yeah, jó. És akkor húzunk vissza a házunkba, menteni kéne egyet. Ugye most mondhatjátok azt, hogy hétfő van, és vasárnap is volt GTA 3, most miért van két napon egyszer, vagy két napon... Na, tehát két egymást követő napon most miért van GTA 3? Azért van, mert igazából az összes sorozatban most hosszú ideig kéne videóznom, hogy videót vegyek fel, ugyanis a GTA Vice City-ben most úgy ott tartunk jelenleg, hogy négy részen keresztül taxizni fogunk, az ugye két órát vesz magába, akkor a Mafiában egy órás rész fog következni, kedden most már tényleg Mafia jön, srácok, szerdán hozom majd meg a GTA San Andreas-t, úgyhogy ezt a videót ti hétfőn látjátok, kedden Mafia, szerdán San Andreas, csütörtökön Vice City, és valószínűleg pénteken is Vice City, mellé meg egy GTA 3. Szóval ez a kínálat a hétre. Egyelőre, a hétvégén megjön majd mindenféle. Szóval akkor köszönöm szépen, srácok, a figyelmet, mentünk egyet tehát, és akkor Cloud Speed egyelőre megpihen. Igen, köszönöm szépen tehát még egyszer a figyelmet. Remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor like és iratkozzatok fel. Innen folytatjuk majd a kövi részben. Sziasztok!